Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Fókult blognak a videó részlege. A Fókultban nem szokásom megjelenni a videók előtt, azonban most egy olyan eseményen voltam, amely megérdemel egy kis bevezetőt. A Mondokon több évre tekint már vissza Magyarországon, én is már többször jártam ezen a rendezvényen. Most a tavaszi rendezvény is rendkívüli hatással volt rám, illetve arra a tömegre, amelyik ott jól érezte magát. Szeretném eloszlatni azokat a téves elképzeléseket, amik ezzel a rendezvényel kapcsolatban élhetnek olyanokban, akik nem tudják, hogy mit. Mit és hogyan kell látniuk? Ez egy olyan rendezvény, ahol a hasonló gondolkodású, hasonló érdeklődésű, különböző életkorú emberek találkozhatnak évente négyszer, mert hogy minden évszakban van. Kicsit hasonlít egy rockkoncertre, kicsit hasonlít egy diszkóra, kicsit hasonlít egy pubra, ahova összejárnak olyan emberek, akik szeretnek még egy kicsit gyereket lenni. Szeretnek kicsit beöltözni, szeretnek egy kicsit harciast játszani, kardozni, egymást kergetni jobbra-balra, mindenféle ballosokkal, szabjákkal, csodabárdokkal. Szeretik magukat kifesteni, készítenek maguknak mindenféle ruhákat, cosplaynek hívják ezeket. A nemzetközi nyelvben. És ez egy nagyszerű szórakozás két napig. Két napig tart az őrület, aztán újra a szürke hétköznapok. Ez alatt a két nap alatt rengeteg rendezvény van. Sok vendéggel, külföldi vendégekkel, előadókkal, történelmi betekintéssel, különböző játékok bemutatásával, ezek természetesen elektronikus játékok, amitől mostanában minden szülő félti a gyermekét. Ettől függetlenül ezek a játékok rendkívül népszerűek. Hatalmas a rajongó táboruk. Hatalmas kivetítőkön sok-sok csapat méri össze a tudását, és a végén aztán természetesen bajnokot avatnak. Bemutatják a legújabb technikákat, felvonulnak a legnagyobb számítástechnikai cégek, hatalmas monitorok, 3D világ, VR, rajztáblák, digitalizálás, digitális világ. Jelen vannak a különböző ázsiai rajzkultúra, vagy képregénykultúra figurái, képregény formájában és beöltözött emberek formájában, de a Mondokon már nem kizárólag ezekre épít. Nagyon nagy számban megjelentek a Marvel figurák, különböző hősök. Mario-val is találkoztam többször már, kis zöld haverjával, akiről fogalma nincs róla, hogy hívják. Azt hiszem a tesója. Farkasokkal, vikingekkel, Westeros félvilága ott van már, épp csak a sárkányok hiányoznak. Nagyon izgalmas egy forgatag, és én azt gondolom, hogy a két nap talán még kevés is arra, hogy az ember mindent megnézzen és mindent bejárjon. Jó szórakozást! Thank you.
Thank you.